Tolnaváros képviselőtestülete több fontos ügyet tárgyalt januári ülésén. Ezek közül kiemelendő a polgárőrség anyagi támogatása, amit a város a korábbi években is biztosított számukra. Ami nagyon örömteli, az az, hogy egy nagyon jól működő polgárőr egyesület van itt a településen, és évről évre anyagilag is támogatjuk ezt az egyesületet. Most valamennyivel nagyobb összeget kértek, mint a korábbiak, de a képviselőtestület egyhangban úgy döntött, hogy a működésükhez szükséges 1,5 millió forintot biztosítjuk a számukra. A felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatása továbbra is célja a testületnek, így szemeszterenként egy diák akár 200 000 forintot is megpályázhat a Tolnai Tudásért ösztöndíj program keretei közt. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a város közvetlenül ír ki pályázatot a felsőoktatásban tanuló diákoknak, hallgatóknak, és úgy döntöttünk az elmúlt testületi ülésen, hogy szemeszterenként 2 millió forint, tehát összesen 4 millió forinttal támogatjuk a hallgatókat, és egy hallgató szemeszterenként maximum 200 000 forintot kaphat. Továbbra is folytatja a város a közvilágítás fejlesztését. A lámpatestek korszerűsítése után a korábban fényforrásokkal még nem ellátott területekre került a fókusz. A műszaki előkészítés felmérése már zajlik. Vannak olyan területei a városnak, ahol jelen pillanatban nincs közvilágítás, úgyhogy azokat mértük fel, és a korábbi akár lakossági jelzések, akár itt a hivatalban, hogyha valakinek észrevétele volt, hogy a képviselőtestületben, akkor most arról döntöttünk, hogy ezeket műszakilag előkészítetjük. Tehát ide kell egy szakember, aki eldönti, hogy csak fel kell tenni egy új lámpatestet a már meglévő oszlopra, vagy esetleg meg kell terveztetni oda a közvilágítást. A Tolnaváros önkormányzata kitüntető díja is technikai változáson esett keresztül. Elsősorban a díjazottak körének kibővítése kapott hangsúlyt. A közalkalmazott, köztisztviselő státusz egy kicsit megváltozott, hiszen jelen pillanatban közalkalmazott csak a bölcsöde és a családsegítő központ dolgozói tartoznak még közalkalmazottként, dolgoznak csak közalkalmazottként. Ugye a pedagógusok és a kulturális központ dolgozói már nem közalkalmazottak, más jogviszonyban foglalkoztatottak, de hát szeretnénk is őket, szeretnék lehetőséget megtartani arra, hogy a jövőben őket is ki tudjuk tüntetni. És egy picit kibővítettük, tehát a rendvédelmi dolgozókkal, egészségügyi dolgozókkal is. A Tolnai Közjóért kitüntető díjat a városnapi ünnepségen osztják ki. Ezek mellett a képviselőtestület számos más fejlesztésen is dolgozik.